Igazi adventi vásári hangulat uralkodott a premontrei szakgimnázium és technikum udvarán. A jótékonykodás, a közösségi érzés és a karácsonyi hangulat fokozásának a vágya hívta újra életre az adventi udvar elnevezésű programot. Az iskola szándéka, hogy rendszeresen megrendezzék az eseményt. Azért találtunk ki, hogy egy kicsit közelebb hozzuk az iskolát a város lakóihoz. Azt találtuk ki, hogy kinyitjuk ezt a belső udvart, és egy-két programmal, karácsonyi díszítéssel egy kis adventi hangulatot varázsolunk azoknak, akik eddig is támogatóink voltak, illetve akiket érdekel, hogy mi folyik itt az iskola falai között. Az udvaron több bódé is várta a látogatókat. Volt, hol sütemények széles skálájából lehetett válogatni, volt, ahol forralt bor és tea várta a vásárlót. Ezek mellett kürtös kalács, valamint a premontreiek címerét formázó egyedi sütemény is a kínálat része volt. A bódéknál premontrei érmék fejében lehetett vásárolni, de ha valaki ellenjuttatás nélkül szeretett volna adományozni, arra is volt lehetőség, amivel éltek is a látogatók. Nagy örömünkre szolgál, hogy jókedvűen jönnek, és jótékony adományokat is gyűjtenek önszántukból, és érdeklik azokat az apróságok is, amik megvásárolhatók az általunk kibocsátott érmék segítségével. Az intézménynek idén nem ez az első adományozó akciója. A diák önkormányzat több helyet is meglátogatott az adventi időszak alatt, ahova a helység szükségleteinek megfelelő ajándékokkal érkeztek. Először is a Keszthelyi Kórháznak a gyerekosztályán voltunk, és vittünk a gyerekeknek egy gyönyörű szép fenyőfát, valamint társasjátékokat, papírokat és színes ceruzákat, aminek biztos, hogy nagyon fognak örülni. Másodjára pedig a Szent Erzsébet alapítványnál voltunk, és őhozzájuk pedig gyümölcsöket vittünk, hiszen azt mondták, hogy ezzel tudunk a legtöbbet segíteni. Az adománygyűjtő délutánon befolyt összeggel a Semmelweis Egyetem alapítványát támogatja az iskola. A szervezet a 12. Jónak lenni jó adománygyűjtő akciójának kedvezményezettje. Az alapítvány célja a gyermekgyógyászati klinika fejlődés támogató központ komplex fejlesztése.